Sziasztok! A Twilight DLC ötödik és egyben utolsó állata a kis bűzös barátunk, a csíkos bűzös borz. A csíkos bűzös borz az emlősök osztályának ragadozók rendjébe, ezen belül a bűzös borz félék családjába tartozó faj. Nagyon elterjedt Észak-Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban, kivéve Alaszkát és Kanada délebbi felén. Bundája jellegzetes fekete-fehér csíkos mintázatú. Elsősorban éjjel aktív, a nappalt föld alatti üregekben, fákodvában, sziklahasadékban tölti. Április-május körül hozza világra utódait, amelyek 6-7 hetes korukig szopnak, de általában csak az első évük végén hagyják el anyjukat, amikor ivaréretté válnak. A hím többnyire magányosan él, a nőstény egyedül neveli a kölyköket. A téli időszakban gyakran több egyed is közös odút használ. Az állat hossza 33-45 cm között van, farok hossza 18-25 cm és testtömege 3-6 kg-ig terjed. Bundája fekete, feje teteje fehér, és ebből válik le két fehér csík, amely csak a farka végén találkozik újból. Fehér csík van a homlokán is, orra rózsaszínes. Az állat éjjel aktív. A felnőtt hímek nyáron egyedül élnek, télen pedig több nőstényel is megosztják odújukat. Csupán kedvességből. Erről a Looney Tunes mindig szerelmes francia akcentusú bűzös borza jut eszembe. Pepin Le Pew! Tápláléka főleg rovarok és kisemlősök, de bogyók, magvak és madártojások is. A csíkos bűzös borz a vadonban 7, fogságban 8-10 évig él. A csíkos bűzös borz végvillanyílásának két oldalán szimmetrikusan elhelyezkedő bűzmirigyekben termelődő olajos, kénes folyadéknak állítólag olyan szaga van, mint a fokhagyma, rothadó káposzta, valamint égő toll és gumikeveréke volna. Érdekes dolgokat szagolhatott, aki ezt így meg tudta határozni. Mások szerint a szag a legrondább csatorna bűzre és dögszagra emlékeztet. A csíkos bűzös borz 4 méterre is el tud spriccelni. Először figyelmezteti ellenfelét, mégpedig úgy, hogy hátsó felét felegyenesítve felé fordítja, dús farkát felemeli, fügyszerű hangot hallat és mellső lábaival topog. Ha ez a figyelmeztetés nem hat, mellső lábára áll, visszanéz és hátsó lábait széttárja. Azután szétpermetezi válladékát és csak ritkán téveszt célt. A bűzös folyadékból egyszerre nagyjából 15 ml-nyi áll az állat rendelkezésére, és ezzel 7-8-szor tud spriccelni. A bűz hetekre beveszi magát bőrbe, szőrbe, ruhába. Ha embert ért a támadás, úgy kerüli mindenki, mint a pestisest. Amikor ez az önvédelmi parfüm a levegőbe kerül, azt még 1-1,5 km távolságból is meg lehet érezni. Közvetlenül az ellenfél szemére céloz, aminek következtében az átmenetileg megvakulhat. A tulajdonképpeni cél azonban az, hogy az áldozat néhány másodpercig ne jusson lélegzethez, így a bűzös borz gyorsan elhúzza a csíkot, a saját csíkját. Habár alkalmanként akár 8-szor is tud spriccelni, jobban teszi, ha takarékoskodik a lövedékkel, mivel a munícióraktár feltöltődése egy hetet is igénybe vehet. Az ilyen bűzök legyártása nem kevés idő. Leginkább a felülről támadó ragadozó madarak nagyobb termetű baglyok tudják zsákmányul ejteni, de időnként pumának, hiúznak, préri farkasnak is zsákmányul esik. Élőhelyén évszázadok óta vadásznak rá, mivel szőrzete igen látványos, de a húsát is fogyasztják. Mivel mindenféle élőhelyhez kiválóan alkalmazkodik az erdőktől a füves területeken át az emberek lakta vidékekig, és egész Észak-Amerikában nagyon elterjedt, állománya nem veszélyeztetett. Az ivarérettséget 11 hónaposan éri el. A párzási időszak február-március között van. A vemhesség 62-66 napig tart, ennek végén 4-10, rendszerint azonban 3-5 kölyök születik. Néhány érdekesség a csíkos bűzös borzról. Mérgező folyadékokat már egy hónapos korukban tudják termelni. Saját fajtársaikra soha nem permetezik váladékokat, még elkeseredett harcban sem. Ez kedves tőlük.
Születésükkor a kölykök csupaszok és vakok, szemük 3-4 hét után nyílik ki, és 6-8 hétig szopnak. 5 hét elteltével a kölykök elkezdik felfedezni környezetüket, 6-7 hét után pedig már követik anyjukat az éjszakai portyákra. A család együtt marad a következő tavaszig. A csíkos bűzös borz több mint 10-szer annyi kígyomérget is túlél, mint amennyi más hasonló méretű állatokat simán megölne. Az egyetlen ragadozó, amely érzéketlen a bűzös borz váladékával szemben, az a virginiai uhu, amely éjjel vadászik rájuk. Jól lehet, a világ legbüdösebb állatai közé tartozik, mégsem a bűzös borz bocsátja ki a legszörnyűbb szavot magából, amikor veszélyt érez, hanem a tamandua. Ezennel én is elhúzom a csíkot. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted. Legyen szép napod!